Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvlecki YouTube csatornáról, és ebben a videóban elmondom neked, hogy hogyan tanulj angolul hangos könyvekből. Elmondom, hogy miért érdemes angolul tanulnod hangos könyvekből, megmutatom, hogy hol találsz több ezer vagy több százezer hangos könyvet ingyen, és végül elárulom, hogy hogyan, vagyis milyen módszerrel tanulj angolul hangos könyvekből. De ha téged érdekel ez a téma, vagyis az önálló angol nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor nézz rá lent arra az online tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. Most pedig akkor vágjunk is bele a mai témánkba, miért használj hangos könyveket az angol tanuláshoz. Első ok. Annyiszor meghallgathatsz egy részt, ahányszor csak szeretnél. Talán számodra is kellemetlen lehet megkérni egy beszélgetés közben egy külföldi kollégát, vagy egy külföldi barátot, hogy ismételje el még egyszer, amit az imént elmondott, mert te nem értetted. Viszont ilyen probléma egyáltalán nincs a hangos könyveknél. Tehát a könyv nem fog megsértődni amiatt, hogy te többször, kétszer, háromszor vagy tízszer meghallgatsz egy adott részt. Második számú szempont, a saját tempódban tanulhatsz. Senki sem sürget, ugye ez nem egy nyelvóra, ahol van egy tanár, aki folyamatosan a sarkadban van. Ha akarod, akkor meghallgathatsz egyetlen oldalt egy adott napon, de akár, hogyha kíváncsi vagy, vagy jobb kedved van, vagy gyorsabb tempóban tudsz haladni, akkor természetesen kivégezhetsz egy egész fejezetet is egy adott napon. Ugye a húsvér emberekkel, amikor beszélgetsz, nem kérheted meg őket, hogy adagolva mesélje el a történetét, mondja el a sztori felét ma, a többit meg majd holnap vagy holnap után. Harmadik számú ok, amiért nagyon érdemes hangos könyvekből tanulnod. Bármilyen akcentust hallgathatsz, ami érdekel. Ugye borzasztóan széles a hangos könyvek választéka, erre mindjárt rátérünk. Tehát ha te például Nagy-Britanniába készülsz tanulni vagy dolgozni, akkor tudatosan választhatsz olyan hangos könyveket, amit egy angol, egy brit személy olvas fel. Ugyanez a helyzet az amerikai vagy az ausztrál akcentussal, ugye ilyen jellegű könyveket is szép számmal találhatsz. És a negyedik számú indok, bármikor tanulhatsz a nap folyamán. Tehát hallgathatod azt az adott hangos könyvet éppenséggel reggel, az iskola előtt vagy munkába menet előtt, hallgathatod az ebédszünetben, vagy éppen este lefekvés előtt, vagy természetesen mind a három alkalommal. És akkor térjünk rá a kettes számú pontra, hol találhatsz nagyon jó minőségű angol nyelvű hangos könyveket. Nos, én kettő darab weboldalra szeretném felhívni a figyelmedet. Az elsőnek az a neve, hogy audible.com. Ha lejjebb görgetsz a videó leírásában, akkor megtalálod ennek az oldalnak a linkjét. Nos, ez a legnagyobb létező hangos könyv weboldal, ami jelenleg elérhető. Ezt az oldalt egyébként az Amazon üzemelteti, és több százezer könyv közül választhatsz, témák szerint csoportosítva. Ezen az oldalon az első 30 nap ingyenes, utána az oldal fizetőssé válik, de természetesen bármikor lemondható, és a pénztárcádnak megfelelően kedvezményes fizetési lehetőségek közül választhatsz. Tehát, hogyha mondjuk fél évre vagy egy évre előre kifizeted, akkor jóval olcsóbb, mint hogyha havonta megújítod az előfizetésedet. Nincs más dolgod egyszerűen, csak fönt beírni a keresőbe, hogy milyen téma érdekel téged, és már is kapod szép számmal a javaslatokat. Én azt javaslom, hogy próbáld ki egy hónapig ingyen, aztán ha tetszik, akkor válassz egy előfizetést, amit aztán természetesen bármikor lemondhatsz. És a második weboldal, amit szeretnék a figyelmedbe ajánlani, ennek az a neve, hogy gutenberg.org.
Ennek egyébként ez a Project Gutenberg keretében működik ez a weboldal. Ha lejjebb görgetsz, természetesen ennek is megtalálod a linkjét a leírásban. Ez az oldal teljesen ingyenes, de viszont jóval kisebb a választék, mint az Audible oldalon. De ettől függetlenül itt is találhatsz gyöngyszemeket szép számmal. És akkor a végén térjünk rá a harmadik pontra, hogyan tanulj angolul hangos könyvekből. Ugye természetesen, ha te semmi mást nem csinálsz, csak mondjuk naponta többször, vagy hetente többször angol nyelvi hangos könyveket hallgatsz, már azzal is nagyon sokat tudsz tanulni, de szeretnék elmondani néhány olyan tippet, amivel még jobban felturbozhatod az angol nyelvtanulást. Az első számú javaslat, jegyzetelj. Tehát készíts egy angol nyelvi olvasónaplót magadnak. Természetesen nem azt mondom, hogy folyamatosan állítsd meg a hangos könyvet, és minden egyes mondatot írjál le, mert ez megöli az egész folyamatot, de például írd ki a sztori megértése szempontjából fontos új szavakat, szereplők neveit, helyszíneket, eseményeket, stb. Tehát a hallgatás közben legyen a kezedben egy papír és egy ceruza, és szépen jegyzetelgess magadnak. Második számú szempont, beszélgess róla. Ehhez a tanácshoz kell egy tanulótárs vagy egy olvasótárs, tehát hallgasd az adott könyvet egy barátoddal, kollégáddal vagy családtagoddal, és egyszerűen a fejezetek után, amikor mind a ketten végeztetek az adott fejezettel, akkor angol nyelven beszélgessetek róla, tehát beszéljétek meg, hogy ki mit értett a fejezetből, melyik szereplő mit csinált, és szerintetek mi fog történni a következő fejezetben, stb. És a hármas számú szempont, használd, amit tanultál. Tehát valószínűleg lesznek majd szép számmal új szavak és kifejezések számodra, amiket korábban nem ismertél. Ezeket az új szavakat és kifejezéseket, vagy akár mondatokat gyűjtsd ki, alkoss velük mondatokat, és sződ be a következő beszélgetésbe, amit éppen az olvasótársaddal csinálsz a fejezetek végén, vagy angolórán használhatod ezeket az új kifejezéseket vagy szavakat, vagy amikor egy külföldi kollégáddal vagy barátoddal diskurálsz, akkor is igyekezz beleszőni ezeket a szavakat a mondandódba. Nos, én a videó végén köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad ezeket a tippeket. Arra is szeretnélek megkérni, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!